Sziasztok gyerekek, ez itt a Gaming kanál, és én Guszti vagyok. Hát három napja nem volt már videó, még gondolkodtam, hogy mit csinálják. Hát legyen a Fallout 4. És ez a Fallout 4. A Fallout 4 negyedik része. És az én negyedik részem. Mármint a videómnak. Na nézzük! Vajon hol találok most új ellenfelet, aki majdnem méltó lesz? Nézzen szét a kanálisban. Na hát itt tartottunk, hogy most kísérem ezt a csapatot vissza oda, ahonnan én jöttem. Viszont a páncélruhámból nem vagyok hajlandó kibújni. Páncélruha igen. Rohadt jók ezek a... Na. Van valami? Miért dobog ennyire a szívem amúgy, vagy mi van velem? De beteg vagyok, vagy mi? Én nem tudom adni a Benny Hillnek a zenéjét, de ezt képzeljétek hozzá. Hát... nem akarod épp menni az a ruha, igaz, Szivi? Nem. De nagyon le fogunk maradni. Hoho, mi lesz veled? Ebből mi lesz? Oda néz. Fut a többiek után? Aha. Ja, csak rátöltöttem, rájöttem, hogy tölteni kéne egy kis életet. Nem akarok még megválni ettől a ruhától, de hát nyilván nem cipelhetem magamon örökké. Nagyon jól néz ki a fegyvered. Igen, de ha megkérdeznél, én mondanám, hogy igen, tényleg közel vagyunk. Kutyi. Aha, nem hordhatom magammal örökké, mert... Aha, tehát le fog merülni a power core-om. Jaj, úgy lőnék már, hát van, szorogjatok már gyorsabban, vagy mi van? Csak leszakad a híd alattam, gyereke. Stabil? Hopp, valami van itt. Mi a szar? Csótány volt, de a kutuszkánk kinyírta. Buf. Ha már az eredet Worktől Rock Robert kutya neve nyert, akkor már használjuk azt. Nem jönnétek, srácok? Egyébként mikor csinálják meg, hogy szét lehessen lőni az autót? Nem szóltam egy szót sem. Most gyakorlatilag azt csinálta a játék, hogy nem lehet szétlőni az autót. Nesze, szét lehette rohány. Ez fájt nekem is, és a Wolfnak is, gyerekek. De még a... kollégánk is vonszolja le, azt a kurva, és a ház. Na jó, bevallom, ide már belelőttem előzőleg, csak azt nem láthattátok, mert kivágtam, de... szépek a golyónyomok, és úgy néz ki, hogy ezzel is vigyázni kell. Bár igazából, hogy mi a szar robbant ebbe az autóba föl, azt nem tudom. Elvileg nem is benzinnel megy, hanem atomcuccal, azt meg szerintem már kilopták belőle. De hát robbannia kell. Ez jó. De... jó, nyugodtan társadalok, csak közül lőnek a háttérben, semmi probléma. Egyébként vonszolja a belét itt mindenki a csapatban. Mindenki megsérült. 200 éve éltünk itt tényleg. Like one of those old pre-war ghouls. You say you were frozen. Anybody else make it out with you? My son. Igen, a fiú. Somebody took him while I was still trapped. Have you run across anybody with a baby boy? Damn. I'm sorry. But no. I haven't run across any kidnapped babies. I'll definitely keep an eye out for him. Anyway,
I am glad you're here. Jó. Én is hope you don't mind, but I've got another favor to ask. Oh, már megint folyton segítség. Settlement asking for help. There's still hope in their Minutemen out there, somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help? Hogy nem, én mindig szeretek segíteni. I'd be glad to help. That's fantastic. The Minutemen need more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgis. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Okay. Most úgy kipróbálom, most ezt is, most tényleg kipróbálom, hogy ez is felrobbanik, de gyere onnan, kutyus! Nem. Viszont ez csúnyán felrobbant a másik. De jó, szerintem akárhogy fáj a szívem, itt hagyom a ruhát. Na mi van, kutyus, egyből jön valami? Mi van? Igen? Mondja. Mondja. Mi? Bomba? Bombát azt találtam, igen, de mit? Jaj, ne, ezt nem akarom. Ó, gyerekek, ezt én nem. De azért mit nyitanak én? Széfet? No bobby pins. És eltalálta. Jó, ne jegyszer rám. Igen, bossa. Micsoda? Jaj, ezek nem. Azt hittem, hogy... a széfet tudom vele kinyitni, de nem. Azt nem tudom. Oh, basszeg, ez a ruhám csak a kurva életbe. Na szóval, hogy most... fürdenek a gumik a kádban. Fürdenek a gu... Semmi extra. 200 évhez képest... Most itt van valaki? Jó, hogy ők jöttek ide? De nagyon idegbeteg. Ez olyan, mint a Jóska gyerek, a baseball ütőzős nő, ez nagyon idegbeteg. Na, mama, valami húslevest rottyancsál nekem ide, nem ezért fizetünk, baszod. Arra van a konyha. Igen, enni nem kell, csak prédikálni. Szavasz, te is szeretsz a székbe szarni? Szia, jó van, oké. Okay. Mondjuk meg tudlak érteni. Az egy dildo! Ez a rádió még működik, gyerekek. Atomenergiával megy. Paplovagnak hála. Linkelt egy ilyen idővonalat, tehát hogy az összes Fallout játékban hogyan alakultak az események sorba, tehát hogy az egész univerzumnak szépen sorra veszi az időpontjét, fontosabb eseményét, és ott tök jól le voltak írva ezek a technikai dolgok is, hogy működnek. Miért néznek ki úgy az autók, ahogy az 50-es években néztek ki nagyjából, hiába, hogy már ugye a jövőben voltunk, akkor is, mikor lefogyasztásra kerültünk, ugye 2077-ben, szóval köszi papinak, hogy azt megosztotta ott, mert elég sok mindent megtudtam belőle, magamtól valahogy eszembe nem jutott volna, hogy rákeressek. Műhel. Itt a műhel. Kint van az udvaron a műhel. Gyerekek, én ugye idétlenkedek itt, igazából már rég csinálom kéne valami küldetések ilyeneket, nem igaz? Bár mondjuk úgyis annyi videós csinál, tehát nálam ilyen végigjátszások úgyse nagyon lesznek, most nem fog 70 részt csinálni egy játékból. Csak elő tudtam venni a pisztolyt, nagyon nehezen leesett. Hey! Szóval én így belenézegetek a játékokba, elhülyéskedek velük. De legalább talán nem lesz unalmas. Hey, Codsworth. Sir, welcome back, sir. I do hope you were able to find some assistance in combat. Valamit foglalkozz velem, te golyó. Itt semmi extra. Oh, just catching up on old yard work.
some occasional pest control. And you, sir? Anything to be found in Tonka? Új barátokat találtam, más nem nagyon. Can't have enough of those these days. I realize that I'm no Mr. Gutsy, but if needed, I'd be honored to accompany you throughout the Commonwealth. Jó, de akkor most gyere is velem, mert már megbeszéltük, hogy velem jössz. És eltűntél a faszba. Not to worry there, pup. Your martyr is in good hands. El tudom kü... Jó, akkor oda. Igen. Cudsworth tolerál engem. Tolerálsz engem, te csapágyos szörnyeteg? Vötöfö. De tökember. A tökember kalandjai. Adventures of Pumpkin Man. Gyerekek, ha valahol rajzfilmet fog csinálni, szeretnék egyébként, tervbe van, rendesen szinkronnal, animációval, mindennel, akkor a tökember kalandjai lesz, ez már tuti. Mennyi mocskos altesti viccet lehetne belőle kihozni? Persze nem gyerekeknek. De hát ti gyerekek nem is nézitek a csatornámat, ugye? Nem hát. Egyébként rohadt jól néz ki az egész játék, tényleg le a kalappal, és tök jó, hogy világít a robotnak is a... Hát a kis gázgyújtója. De te itt el fogsz akadni mindenbe, mert akkor visítok. Bár szerintem nem, mert ahogy észrevettem, a kutya is mindig megtalálta. Jó, te is megtalálod, jó. Tudod, úgy lennél, leülnék körülnézni, de hogy ez egy asztal. Ott nem lehet Sith opció. Sith opció. Sith opció, szóval Star Wars-ban van. Leülési opció. Annyit vagyok, ahol a kocsit lő. De most mit csinálnak egyébként? Miért nem arra megyek, amerre kell? Erre kell? Azt hiszem erre. Ha jól látom az iránytűt. Megyünk, gyere Cudsworth, megyünk Iránba. Abba az Iránba. Gyere! Home is on the south side, high up on the ridge. If I'm lady at the Mississippi Bridge. Mi itt is van? Persze, hogyha betesz, de akkor itt is kell lenni Dungeonnek, a Last Skyrim, meg stb. Pontosabban Molrat, mi is a Molrat? Vakon patkány. Vakon patkány barlangjai. Oh yes. De egyébként a robot azt tud... Nem is ezt kéne használnom. Mi a... Mit te lősz? Mi a körfűrésszel nyomja? E! Oda néj, e! Hát ez rohadt jó. De tudod mit én... A viperám kell. Ugyan veszem elő a viperám. Csak rájöttem, mert hogyha te úgyis legyakod őket, én nem pazarlom a töltényt. Szokva vagyok én a Resident Evilhöz, tudom, hogy mi az, ha nincs töltény. Bárig gondolom gyakoribb. Ez nagyon jó ez a robot, tehát most ennyi járat van. Ja, arra van a kijárat. Gyere Cudsworth, tetszel nekem. Nem is vagy te olyan szerencsétlen golyós csapály. Hopp, itt sugárzás volt. Gyerekek, megint a kijárathoz megyek, vagy ennyi volt a Commonwealth? Hoppá! Rendesen elvágja. Nagyon kemény vagy. Mindig folyamatosan ugyanabban a lyukakban mászok be, gyerekek. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. Ennek örömére, hogy ilyen szépen ezt elénekeltük. Így már későn. Gyerekek, szinte minden fogom folytatni, nem viszem túlzásba, benéztem egy kicsit idétlenkedni, remélem ti is élveztétek. Ígérem, hogy a következő részben csinálok valami feladatot is, csak hogy a munka része is legyen meg a dolognak. Szép a hold. Ugyaninnen folytatjuk, ugye?
több patkány szeletelőte. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!